Elkezdtem nézni az The Expanse nevű sorozatot, és azt mondják, hogy milyen realisztikusok az ő csaták. Odáig még nem jutottam, mert csak három részt néztem, de az már borzasztó nagy hülyeség, hogy azért nem vannak konfliktusok, mert nincs elég víz. Tehát a naprendszerben nem sok anyag van, amiből, vagy igen, anyag, nem sok molekula van, amiből több lenne, mint víz, szóval... Mi a franc? És nincs víz, akkor nincsen oxigén, a vízből ki lehet nyerni oxigént. Mármint úgy értem, hogy szétbontod hidrogénre, oxigénre, akkor lesznek oxigén molekuláid abból, tehát tudsz csinálni levegőt a űrbázisaidra. Ez a nagyobb probléma, hogy akkor már inkább valami, nem tudom, értékes fémek miatt menne a vetekedés, vagy a harc, vagy a konfliktus, vagy bármi ilyesmi. De oké, lehetnek politikai viták a bolygók érdekeltségei között, meg az aszteroida öv lakói között, meg a dolgozói között. De akkor valami olyasmi legyen, lenne legalább, ami elképzelhető. Tehát a víz az pont nem elképzelhető, mert abból nem hiszem, hogy bármikor lenne hiány a naprendszerben. Hogyha már tudunk utazni és nincsenek energia problémák, akkor meg tudjuk teremteni magunknak a légkört, meg a levegőt. Nagyjából gond nélkül, ez az egyik. A másik meg, hogy ha a Ceres nevű aszteroidát, ami kb. 450 km átmérő, amiatt viszonylag gömb alakú, gömb, ez pontos kifejezés, mindegy. Lopakodsz, sunyogsz? Szóval az tök király, hogy bepörgetik annyira, hogy legyen rajta a marsi erősű gravitáció majdnem, de... Majdnem meglőttelek. Ez akkor a centrifugális erővel járna, hogy szétesne tőle a törpe bolygó, vagy aszteroida, ahogy nevezni akarod, tök mindegy. A lényeg az, hogy szétesne, mert nem tartaná össze a gravitációja. Tehát 10-szor akkor a centrifugális elődől beszélünk, mint akkor a gravitációs erő kis bolygón, törpe bolygón. Vigyázz a kis drónfejeddel. Mondom, vigyázz a kis drónfejeddel! Következőleg majd nyakon lő le. Most meghaltott volna. Szikris. Szegény tigris bigris. Majd béna vagyok. Nem tud kinyírni, nem tud kinyírni. Oké, az meglépés, a másik oldalon át fognak minket tolni. Picit Erlenberg feelingem van. Á, jön egy tigris P. Alfa sebzés. Á, megjött a 10 HP és bulldogok itt két lövésből ugye nem tudtam megölni. Ugye, hogy kifogyok a kisjavító felszerelésbe egyébként itt. Tök jó, hogy a játék informál engem arról, hogy tegyek fel egy antivírusról szoftvert. Wargaming gyárt antivírust, mert ez... Akkor látnám ezt logikusnak, hogyha valami saját tenőjüket reklámoznak. Állíts be Kata, Escape, Settings, General, és van ott... General? Ha letekered, akkor van egy olyan Hide Non-Historical Elements, abból nyomd ki a pipát, és akkor látod a vicces színét a tankjunkra. Majd megcsinálom, majdnem most. Sose fogod megcsinálni, ugye? Most elindult a meccs. És? Nem mit a sietnénk be arról. Csak meg provokálj, jó? Nem, én ezt megütsz. Vagy provokálva. A hülyeségeiddel. Nincs rajta mófi bomb. Milyen kár. Ugye. Ez az olaj nagyon tökös sáv. Nem annyira, mint az így esetünk. Ő azért él, hogy fájjon neki. Jó van, Premium APC-ra.
Okay. Nice. Hol ütötted be? Marsolom az vagy? Aha, a sepécér nélkül, szóval. Nice. A sepécér ezek. Három sebzés a végére még. Ezért elhasználtam egy javító lehetet, hogy három sebzés belül. Szia! Szia! 15-1. Ah, a tierem. Tierünk. Na de kicsi cuki. Annyira, hogy az esetleg kettő is van. Szaparadik! Hát tényleg olyan szerencsétlen, hogy egy tornyadra, az tornyadra nem is kell testék. Name a more iconic duo. Ez úgy fasza az ott az az object. Eat my... Szépen. Ja, úgy olvastam, hogy itt my pants. Erika Eddie. McPants. Itt my pants. Freudnak lenne ez mit mondani. Akkor kómába esett a legénység, mert mellettem megdördült az ég. Welcome to Japan pálya. Tehát ez így néz ki ezen az oldalon. Nincs, nem járhatunk sehova. Ahova lett ez a... Ját... Megyek innen, vagy nem tudom, megpróbálok. Ez a... Oh, franc, enné meg. Itt. Jó kis szökés volt. Jó kis szökés. Tüzérség dönt meg, vagy ők? Ők. Megkimentél az ágyúk elé, tehát most ott nagyok. Nézzön, értünk a tier-10-es közepes tankát, tehát a KPC-jel. Én értem, inkább. Ez az nulla sebzés. Olyan jó vagyok. Lőni. Oké, lepattantam az oldaláról. APCR-re 2.35-ben. 2.54, sebzés neki 3.45. Hamarabb tölt, mint én, ha jól tudom. Tök jól trédelgetünk. Na, tier 10. Megérte bejönni. 10.000 XP-t kell elérni. Hol a, hogy a csípva? Nem így, ahogy most játsz. Menjünk tier 5-be. Churchill XP bónusz. No! És én? Matilda? Vegyek neked egy Church 3-at. Madaranyom. Ja, várj, azt nem tudom át, nem tudom. De a játéknak nem elég az a pénz, ami már benne van, kell neki még több. Valaki vegyen Katának egy Churchill-emet, hogy jöjjön velem Churchill-almazni. Hát, az mennyivel megy öttel? Vagy simán, hogy viszi a 27-et. 27! Húha, szarindor, itt fut én biciklivel. Van tier 5-ös premium light tank, vagy mozaikony light, vagy mozaikony tank, ami tier limites tier 5-ben. Lefos. Valaki vegyen Katonak egy lefos hartit. Ő kérte. Tisztott. Hogy kell itt felejtényítés körözve, mint a libakos a levegőben, aztán úgy. Igen. Oké, valami spottolt, most meghalok, ugye? Lehet. Az elsőkös... Ott kellett volna lennem? De tényleg, hogy kell játszani itt, hogy ott van egy lightweight azon a pályán? Mondj valamit. Hát nem tudom, hogy középen balfaszkodsz, aztán lősz, amit látsz. Kiváló tanáraim voltak. A Leopardra figyelj meg a... Mikor tudod meglőni őket. Megtudtam. De nem úgy, mint én. Hogy hanem nem találod el. Is. Igen. Az már trükkösebb. De látom, sikerült. Valahogy összejöttem. A tanítvány legyőzi a mesterét. Nem tudom, melyiknek van egy kije. De a 111 AP volt. Au, az utam is tudtam mást meglőni. De most a lightweight-et. Na látod. Trédeltem vele. Egyet, kettőt. Ó, én spotoltam a Leo-t, köszke. Lőjétek! Bocsika, a Conqueror lőttem. Ez nagyobb tier. Hát neked mondom, hanem a többi. De ők nem halnak, csak én. Nem baj. Ramming speed.
Ma minden dupla X van, vagy csak nem nyertünk még a mod egyel? A mod egyel még nem nyertünk. Ja, jó van. Most nézem, 4 darab Scorpio, Gaze Farm. Ez egy jó vidám játék lesz, már látom. Van repesztőszered? Igen, van egy tárgy. Az 3? Egyel több Scorpio G-vankat, ezt elszámoltad. Újra töltök. Én meg szarra lövettem magam ugyan a tüzérse, igen, mert ide tudom, hogy be tud lőni. De előtte bántam még ezt a Centurion-t. Nem megteltem, mert tier 8-as vagyok, ő meg stop. Mi az anyám? Rendben van. Oké, rajtartok. Minden egyes tankunk lement a strandra meghalni, vagy hogy van valami veszteségünk már is? Ó, a Scorpio game. Csodálatos. Meg egy LC mögötted már adtad. Hát, akkor ezt sem nyertük. Valami spottolt. Valószínűleg az Norma LC. Norma az LC. Igen, igen. Lő is minket. Oké, okay, 4, 3, újra töltök. Nem tudom, mit csináljak. Csapatmunka. Csapatmunka. Tehát ketten játszottunk. Igen. Tényleg kéne szereznem magam mellé két embert, akinek van Scorpio G-je, és csak Scorpio G-kkel szakaszozni megállás nélkül. Mert amilyen a matchmaking, állandóan halálosak lennénk, főleg mikor ilyen tier 8-ba vagyunk. Tehát emlékszel az IS-2-es képre, amit feltettem? Biztos emlékszel. Na, kaptam erre egy kommentet az egyik magyar klán tagjától azoknak a srácoknak, tehát ők egy klánban voltak meg minden, és elküldte nekik a képet, amit feltöltöttem, és írták, hogy igen, nagyon jól szórakoztak, mert kb. Tönkretették a matchmakinget, 12 csatát nyertek Zsinórban. A Scorpio G az teljesen balanszolt, főleg a matchmaking mellett. Hármat bedobhat úgy, hogy csak ők a 8-as szintű tankok. Ez egy egészséges adalék a játékhoz. De továbbra is ez az a free-to-play játék, ami több mint 1 milliárd dollárt ér. Nem a League of Legends, meg nem a Dota, hanem ez. Ennek a tulajdonosa építve van a holdbázist. Ez szép van. Eljutunk a csatamezőre annak, hogy kiszörnéd a drónod. Repülni még nem tudsz. Pont azért generál ekkora... vagy ennyi pénzt, mert nem foglalkoznak a problémájól a játéknak, tehát nem tudok elképzelni más free-to-play ilyen játékot, ahol ilyen sokáig leszarnák azt, hogy mik ezek az óriási gondok. Szalavi. A helyemen vagy. Kitoljalak? Azt szeretnéd? De mindig ilyen aranyos vagyok. De a helyemen vagy aranyos. Yippee! Oh! Na, that's what I call pod racing. Ez ST1 vagy STI? Egy. Mert hogy az oroszok be voltak csípszva, aztán jöttek, hogy eddig arab számokat használtunk, most én ez a római. És tudod mi római! Az ST tudod mit jelent benne? Stalin. Tehát ez egy újabb IS. Egy. Csak ST-vel és római számmal. Tehát zseniális. Givi Pantari, te boszt. Az mint a te HP-d volt? Mármint, hogy egy lövéssel szedett le annyit? Igen. Ha megérlened, mert itt camper, ezt nem felderít, ez túl oldalon van a helyed. By the way. Na, hogyha vártam volna még egy picit, azt hittem, hogy rám fog fordulni, de nem. Megsebeszedtem volna, hát most elsétál és kinyílja a tétizünket. Kámi, így is át fog kelni. Durva. Kata! Elnyek pisilni, fia. Au. A
környékemre lőttek, ezt nem lehet. Ó, oh, frontból gyújtottam fel... Persze kínai. Amikor németektől kapták a motorokat, csak a dizájn kapták a szovjetek. Ali-gali. Ne. Hopp, és Scorpio-gé. Ez prioritást élvez. Ezeket nagyon gyorsan le kell rendezni. Legyen esélyünk. Hello, kávé. Nice. Hagytam egy lövedéket. Kiesett a pofámból. Hála az ének, hogy nem három tüzér van. Szétszintelnának itt. Eljutottam a Facebookhoz. A Type 4 nem fog ide érni egy perc alatt. Megtoljam. Hát, csíp meg. Megint nem nyerünk. Na, sikerült a küldetés, de jó. Csak nyerni nem lehet. 10.000 XP sikerült? Nem, a personal mission. Na, jó, oké. Tehát a platónos, egyedül megcsináltam. Most az egy 1000 HP tankrombolókba és 2 tankromboló megadése és 6 tanksebzése. Az, amit kiváltottam korábban a közémmel, Hordorral. Parancsoltam, hogy ki legyen váltódva. Na, vissza a TRM-be, mert az előző túl könnyű volt. Persze, hogy engem látsz meg. Ura törtök. Vagy nem voltam még spottól, vagy kikapcsolt a 6. érzékem már a csatára, hogy könnyebb legyen a meccs. Dart Balls elindul. Balls Deep. Annyira király vagyok. Jó, van lepattant a brit közepes tank oldalára, mert az olyan keményen páncélt. Tudatosan. Nem szóltam. Rám figyel, az ilyes.
Bucsak. Bucsak 2 itt van, itt megölte magát valahol. Remegyek az FV4-4-0-2. Oké, itt jön ugye játszik. Lepattantam a lánctalpára, mert ez így működik. Mit váltok el? Segítek meg majd egy FV is. Oké, én addig megyek északra. Bár ott tudtatok, nincs miben segíteni valójában. Ja. Hú! Majdnem sikerült. Világszerte az eset a sportjúvonat folyam. Alapján el nem lehet. Ah, itt lehetne ezzel is sebezni tankvadászokból, csak nem fogok meg a fokban. Erről van szó. Ah, incsi fincsi.